Na, sziasztok! Újra itt vagyok a Klik-Klik-Diggel. Gyűjtöttem 8 milliót. 80 millió? 8 óra 30 percnyi pénzt, nem tudom. De 8 milliót. Gyorsan még rátolunk erre. Kicsit hadd menjünk lejjebb. Jelen pillanatban még el sem értem a bestet, úgyhogy az nem jó. Mit? Kattintatni kell. Köszönöm! Szatérium. Hát, mivel más nem tudok, ezért igen, szeretném, ha ezt keresnéd. Aha. Mit tudok még gyártani? Szeretnék gyártani. Ezt. Ötvenkilenc alatt kész. Nem jó. Azért, mert itt ezek már tök jók. Ez megint tök jó. Ez meg crafting alapanyag. Ez nem annyira jó. Ezt én nem akarom. Aurozika. Adhatnál többet, aztán akkor mennünk tovább. Ennyi. Na. Nem látok most semmi olyat, mit megvennék. Ezt nem. Digit afkalásra húztuk, tehát hogy teljesen mindegy. Ő inkább pihenjen, mint hogy ne. Az a baj, még kell gyémánt, úgyhogy kukac, vagyem. Ott kukac! Megfogtam a kukacom. Azaz, na még egyet. Mi van itt? Mi az itt? Miért világítasz úgy, hogy tudok valamit is csinálni? Nem tudok semmit csinálni. Adjunk még nekik egy kis DPS-t. Még mindig nem értem el az előző szintet. Hála! Belesultunk. Itt lesznek. És ez valószínű olyan lesz. Mert hogy itt ki tudom választani, hogy milyen ort szeretnék, hogy a malackám találjon. Édes Isten, ez 77. Na ez az, amit a múltkor mondtam, és nem tudom, hogy most az nem tetszett, vagy a játék nem tetszett valakinek. De, tehát 73 óra aktív játék, vagy inaktív, tök mindegy, után szedett ki az összes Xatrium ort. Xatrium. Érted? Tehát, nyi. Tehát, hogy ne úgy vegyétek, nem rage-elek, vagy nem bosszankodok, tehát, hogy ez nem ez a... Erre megyünk.
Tehát ez nem az a típusú, csak hogy értsétek azt, hogy miért mondom azt, hogy nem tetszik annyira ez a koncepció. Tehát ezek a típusú ilyen várakozós játékok, ezek mobil játékok, ez nem számítógépes annyira. Ennyit akarok vele mondani, kész. Öt, 30 gyégyem, hogy gyémántot tudunk innen szerezni. Ezzel a fosszilossal amúgy el tudunk még menni akkor 50-ig. Háromszor kell Big Bang-ezni, hát ez mindjárt kezdődik az első, mert amúgy kezdünk nagyon belassulni. Igen, az is jó lenne. Ja, az itt van. Csak 100. digi levelen lehet megszerezni. Most én el tudok menni 75-ig, de nem akarok kattintani. Tehát én arra a megoldásra akarom digit felhúzni, hogy ne kelljen vele kattintani. De amúgy mindjárt átlépünk a következő régióba. A területre, bocsánat, mert a régió az az ötödik. 1, 2, 3. Nem emlékszem, hogy kell számolni. 1, 2, 3, 4, 5. Azt hiszem. Na, csinálni kellene egy big boom-ot. Big boom. Mert... Ja, most már belassultunk. Mert a sima rétegek is nehezen mennek. Jó, annyira nem, mert amúgy ez vastagabb réteg, vagy egy keményebb réteg volt. De azért érezhetően lassú a játék már. És akkor most csinálunk egy olyat, hogy... Hú, anyám, elfelejtettem, hol kell big bam bum, big bam bum 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 bum. Ezt most komolyan mondom. Tüv, 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 tüv. Ez meg ott van. És ez is lassul amúgy. Egyre jobban. Ja, de mindenféleképpen megyünk. Jó. Gyere kapálni. Ez az. Ez úgyis csak 25-ig megy, nem? De. 30, bocs. Most néztem meg. Ez így amúgy jó ilyenkor. Ez tetszik. Na, ki van a pénzre?
Már például, akkor őt húzzuk ide. Halacska. Ó, ó, ó. Három van. Ez új. Ez új. Főni te? Jó, mondjuk így csúcsot tudom őket úgy elrakosgatni, hogy jó legyen. Amúgy ezeknek ezt a részét imádom a legjobban. Mikor csak jössz lefelé? Jössz, jössz, jössz. Hát ez jó lesz. Ez így szépen lassan amúgy meg lesz. Time warp. Na várjál, hol láttam én olyat? Nem ott. Itt. Nem itt, ez itt a többieknek a... Wow, 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 wow. Lassíts. Mit van? Azt keressük, azt várjuk. Azzal megint ezt a... De ne kattints már félre! Na. Ezzel ezt a küldetést lezárjuk. Hát három Big Bang... Jó, most lehetne csinálni amúgy olyat, hogy eljutunk mondjuk mit tudom én oda, ahol már látható van belassít, lehet, hogy azt fogjuk csinálni. Ja, ahol egy kicsit érezhetően belassulunk, és már nehéz új szinteket találni. Hát ezt mindenképpen ide. Szegény halacska ott egyedül ezzel a blokkal el van. Most itt, ajajajajaj, várja, 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 várja. Ha kiveszem, ezt hadd nézem meg. Eltrakom ide. Ó, engem nem az érdekel, azt mutasd, hogy mennyi pénzt kapok. Csak azért, mert hogy most az egész... Na igen, megint itt egy jó kérdés, mi? Hogy az egész... Köszönöm. Hogy az egész pénzemet boostolja, vagy azt, amit ő keres. Mert ha az, amit ő keres, mi vagyok, hát ez az övé. Á, jó, így jó lesz. Így pont azok kapnak buffot, akik alapból többet vannak. Ezt így meg tudom csinálni, meg. Csak akkor ennek, de még ennek így is van értelme. De akkor inkább így. Te pedig, aha, sehogy nem érsz el semmi más, csak ezt a kettőt. Jó. Menjünk amúgy fosszilra is. Miért sikerült elhúznom, hogy ne is nyújj hozzá, ne nyújj hozzá. El csak elrontod. Így. Így akkor az utolsó három kapja a buffokat. Akiket alapból jobban fogunk húzni, tehát ők hárman azok, akiket általában többet buffolunk, mivel hogy ők az erősebbek. Látszik. Ha most én idejövök, és azt mondom, hogy Foxit felhúzom, akkor éppen eléri Gilbertnek a damage-ét. Oh, hello.
Level up an item crafter. Nem. Nem, nem. Oké. Na gyere. Menjünk Foxra. Mondjuk ő most már így jó. Jó, oké, a csirkétől nem lesz jobb. Az a baj, hogy itt is most úgy látom, hogy... Ops. Tehát a legtöbb ilyen játékban úgy van, hogy minél hamarabb kezd el húzni a végét, és az eleje már olyannyira drága lesz egy idő után, hogy nem éri meg tolni bele a pénzt. De ha mondjuk, mert hogy egy captaint nem tudom most felhúzni a következő szintre. Biztos, hogyha kap egy buffot, nem. Na, ezek így érdekes dolgok. Már bocs. Ez így érdekes volt. Megvan. Nem, csak azért, mert... Tehát ahogy mondtam is, nekem ez egy olyan játék, amit amúgy mobilon rengeteget játszok. Olyan típusú játék. És mindenhol úgy van, hogy ő, mert mondjuk neki ott van rajta a buff, de mondjuk rajta is ott van. És ő is jön fel. Ej. Minden olyan tapasztalatom, meg tudásom, ami benne volt egy hasonló típusú játékban, az most így nulla. Kész. Lopd ki. Nem létezik. Az így nem ér. Általában úgy szokott lenni az ilyeneknél, hogy a legkisebbeket már egy idő után nem érdemes húzni. Hanem inkább meg kell várnod, míg kigyűlik. Kigyűjtöd a pénzt a legutolsó szintre, vagy a legutolsó emberkére, mert ő sokkal több damage-et fog kiosztani egyedül, mint az alatta lévő többi. És amúgy ez jelen pillanatban is így van, tehát hogy 52,51%-on van az utolsó, a következő már csak 16, 6, 10, meg 14. Tehát maga az alap az úgy működik, de mégsem úgy működik, ahogy meg vagyok vele szokva. Tehát egy idő után nem érdemes csak az utolsó, mit tudom én, 2-3-at húzni, mert annyival többe fog kerülni az, amivel felhúzod őt pár szinttel előrébb, hogy már nem fogja megérni őt felhúzni, mert nem kapsz annyi DPS-t. Tehát itt is itt van most 70, most vagyunk 97, hozzáadok 80-at, akkor ez lesz 178-ban. És azzal már ott van, mint ahol a captain. Nye, most már aztán teljesen elvesztettem a fonalat. nem... Jó, Big Boom. Már amúgy majdnem utalértük az előzőt. De csak sima Big Boom-ot csinálunk. Big Bam! Így. Megnézzük. Aha. Tehát, hogyha farm módban hagyod, gyere ide, tehát ha farm módban hagyod a játékot, ez érdekel engem. Ha farm módban hagyod a játékot, akkor amikor visszajössz, akkor szintet nem lép, tehát nem megy le. Mondjuk most mondok valamit,
itt kilépek 95 kilométernél, és ők nem fognak tovább dolgozni lefelé, hanem itt fogják gyűjteni a pénzt. Ha a progress módra nyomok, akkor megy lefelé. Semmilyen értelme nincs a másik módnak. Idézőjelesen. Csak pénzt kapok, mint ahogy eddig is. De ha a progress módra kapcsolok, akkor kapok fosszilt is, meg minden mást, ami ugyanúgy, mintha szinteket léptem volna. Jó, persze egy időt be fog lassulni, főleg így 8 óra, 10 óra kihagyás után például, ott biztos, hogy érezhetően be fog lassulni az ő haladásuk. Nem hinném, hogy annyira, hogy ez ne érje meg nekünk. Megnézzük progress módban. Farm módban már tudjuk, mert amúgy eddig is farm módban volt a játék. Azt eddig már tudtuk, hogy ez hogy működik. Ja, elfelejtettem, bocsánat. Ezt elfelejtettem nézni. Jössz. Csajú. Ide. Te. Ide. Te. Mondjuk gyere egyedül ide. Gilbert. Ha úgyse jó, forog így oldalra, aztán akkor jó leszel, mert így amúgy haszontalan vagy. Most, na, nem tudok valamit csinálni, tényleg az. Captain, hát még azért attól messze vagyunk, hogy őt feloldjuk. Még van? Azt hittem már túl vagyunk rajta. Ó. Ez jöhet. Az nem érdekel. Van-e értelme? Van. Csináljuk a küldetéseket is. Most ki akarom maxolni. Ja, fia. Várjál meg. Hol van a... Ah, ott. Ja, ez az. Jó. Let's do it! Köszönöm! Smush damage! Köszönöm! 5 treasure chest, az jó. Amúgy ez magától megy, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni. Item crafter. Vágod? Item crafter. Ezt fel tudom majd húzni. Ezt majdnem csúnyán mondom, vagy úgy mondtam, ahogy nem kellene mondani. Majdnem fel tudtam húzni a kis csókát, mi? Hem. Jó. Akkor. De? Ez baj, hogy bárhová rakom, nem jó. Gilbert. És akkor a harmadik pedig majd a halacska lesz, valahová. Halacska? Jó, ott ránéztem, ott halnak tűnt. Róla madárka. Captain, menjünk. Toljad neki, öcsém. Kapitánó, nyomjad neki. Ögy, még egyet. Még egy Big Banget el kell érnünk. És itt mehetünk tovább. Coin vagy fosszil? Az a baj, hogy a mind a kettő fontos alapanyagunk. A pénz az azért kell, hogy aktuálisan most tudjunk haladni, tehát annak is van értelme, de a fosszíliák hosszú távú befektetésnek számítanak, úgymond. Minél több fosszíliánk van, annál gyorsabban haladunk lefelé.
Tehát érdemes mind a kettőt ugyanúgy húzni, de jelen pillanatban amúgy hosszú távra megyünk. Úgyhogy... Á, és van egy táskánk is. Glue. Glue, glue, glue. És fel tudjuk oldani a madárkánkat. Na. De jó, hogy amúgy sehová nem tudom úgy berakni, hogy jó legyen. Jó, te gyere, erősítsd ezt. Így, így. Ez tényleg még az a követ... Ne, ez meg. A következő körben ki kellene próbálni. Hogy ha nem rakom rá, meg nem is hagyom, hogy pluszoljon valamit, csak hol látom? Tehát, hogy van itt olyan, hogy statisztika? Aktuális statisztika? Bármilyen statisztika? Gyere csak innen! De! Jó, oké, nem hülye. Tehát itt, hogyha megnézem, a DPS, és amúgy be is lassult mindenki, tehát például az azt jelenti, hogy ha ide rakom, ő 12, az 12, tehát 120%-ot ad. És ez meg is duplázódott. 4,48, ez meg 9,8. Tehát akkor, jó, oké. Tehát akkor ez mindenkire ad. Ez a bónusz. Mert erre voltam kíváncsi, hogyha mondjuk tegyük fel a digit rárakom valamelyikre, akkor a sajátját, tehát csak a saját pénzbevételét sokszorozza, vagy mindenkiét. Ez ugyanúgy csak a saját damage-ét sokszorozza, vagy mindenkiét. De így megvan a válasz, hogy mindenkiét. Nem mindegy. Mert ha csak a... Tehát azért is rakom az utolsókat, mivel, hogy megnézitek, most is azt húzogatom, mert nekem ez a berögződés. Jó, ez így jó lesz. Hol vagy? Jó, anyám, sok minden van a képernyőn. És még ettől több lesz amúgy a teljes játékban. Nem tudom, meg fogjuk venni, mert amúgy megnézzük, hogy milyen a teljes játék, ha nem lesz túl drága. Ötvenöt szerintem nincs több. Így van. Nem. Kulcs. Legyen egy kulcs. Köszönjük. Ebben lehet damage multi... Állj csak meg. Aha. Kárnak a damage-e az plusz 10%-kal van növelve. Fox and Fiddle-nek 30-al. Smoosh-nak 10%-kal. Gilbert-nek 10-al. És Captain-nek megint 30-al. Mondjuk így akkor nem csodálkozom rajta, hogy Captain ennyire elő van. Arany! És megy is a Captainre. Azt. Jó van. Párra. Nem. Össze. Na, érezhetően belassultunk. Elérjük még azt a szintet. Elérjük még ugyanezt a szintet. Jó, most értük el. Ennyi. Most már érezhetően lassú megint a játék, úgyhogy látj. És most ezzel megyünk.
Azért az jó, hogy már most 16,5%-ot ad egy fosszília. És nekünk lesz 1281. Így. Bam! És megvan a három Big Bang. És megvan a három Daily Reward. Mondom, néha-néha nem megy a angol. Bocsánat, főleg a kiejtés. Na? Mehetünk. Melyik az én nekem, hogy... Ezt kéne megnézni, hogy ezek a mindegy, majd rájövök, hogy hogy kell kiejteni. Ez jó. Ja, hogy ezért vettem ezeket, mert ezek jók. Oké. Okay. Click damage nem érdekel. Skill cooldown. Mostanában nem nagyon skillezünk, úgyhogy nem kell. Ez megint nem kell. Jó, hát bocs játék, most nem veszünk olyat. De... Menjünk le 1100-ig. Így. Így. Ez így 6/40 mind a kettő. Igen, ezeket elfelejtettem, hogy ez nem kellene, hogy ki mit csinál, hová megy, meg mit buffol. Igen, az mindig ilyen gyenge pont, hogy azt is figyelni kell. Ez megint, azt a kettőt húzzam, vagy mondjuk azok alapból, várjál, álljál meg. Nem, hová? Úgy rakjalak. Téged ide. Tehát úgy van, hogy ez 3, ez 4, ez 5. Ki a leggyengébb, vagy mi az, amit nem szeretnénk annyira húzni? Jó, akkor rakjuk. Digginket ide. Én még az a baj, hogy most ilyenkor meg amúgy a pénzre megyünk. Tehát, hogy passzívan megyünk a damage-re. Jaj. Tehát passzívan megyünk a fosszíliára. Igen, tényleg azt mondtam, hogy hülye vagy. Levigyeztem a saját magam. Megint hülyeséget beszélek csak azért. Csak későn esik le. Mikor már kimondom, akkor gondolkodok el rajta, hogy... Jó, kapitánó az jön ide. Az a baj, hogy a captain ez nagyon rossz így ilyen téren. Jó, tehát... Passzívan megyünk arra, hogy... Fosziliával minél több damage-et szerezzünk, de aktívan pedig az, hogy minél több pénzünk legyen ilyenkor. Mert annál messzebbre tudunk lejutni. Na, csak sikerült kinyögni, hogy mit akarok, mi? Jó. Quiz. Quiz. Jó, ebből megint jöhet. Az még mindig nem érdekel. Bocs játék, de tehát nem. Egyszerűen nem tudsz vele megfogni. Hogy én aktívan digizzek. Nem, tényleg... Tehát most már jó, tudok olyat csinálni, hogy... Nyomom a gombot és magától pattingat. De amúgy hallatszódik a tempón is, hogy lassultunk miatta. Mivel, hogy Digi most aktív.
Na jó, lassan leérünk megint ugyanoda, ahol voltunk. Meg tudjuk csinálni, mert amúgy körülbelül annyit költöttem el, mint amennyit... Oké, hello. Még egy benefektor kell. Nem akarok. Azokból nem akar. Egyik se jó. Egy olyat, amit szeretnék is. És akkor veszek. Ötöt. Mert amúgy a fosziliának pont ez az egyik haszna, hogy plusz dolgot kapok belőle. De ez is megint, hogy a penébe van elosztva, hogy jó legyen. Mert amúgy nem jó sem, hogy... Ja, akkor... Birdie, így. Mindegy. Ez így marad most. Igen, megint lassítunk. Megyünk az elejére, jó? Csak azért, hogy a játéknak is kedvezzünk. Igen, itt kezdődik az, amit mondtam is, tehát most már így elfogynak. Tehát már itt a vége annyira erős, hogy az eleje most jelen pillanatban alig éri meg. Tehát egy nagy fejlesztéssel, jó, hát oké, pont egy click damage-es fejlesztés van benne, de... Ezzel még mindig nem tudok mit kezdeni. Tram-tram, kellene hozzá cucc, és akkor mennénk, gyártanánk. Critical kill damage. Baj az, hogy ennyire nem szeretek klikkelgetni, hogy inkább nem is fejlesztem a klikkeléses részét? Nekem ebben megint megmondom őszintén, ez a menedzser része jön be. Hogy nyomkodni kell, meg többi. Tényleg, ez milyen lenne már egy ilyen játékot megcsinálni? Aha. Tehát egy hasonló játékot csinálni, csak úgy, hogy az elején mondjuk mondhatnád azt, hogy te amúgy AFK-s vagy, tehát jobban szereted azt, hogy ha a játék magától dolgozik, és akkor úgy alakítanád az egész felületet, hogy amúgy nem menne rá ennyire a klikkelésre. De amúgy menet közben, mint ahogy itt van, ez. Tehát mint a farm mód, meg a progress mód. Csak úgy, hogy klikker, meg AFK. És akkor lenne mondjuk, mit tudom én, az, hogy ez egy kicsit nehezebb lenne egy picivel, de itt mondjuk, mit tudom én, a skillek átalakulnának úgy, hogy az AFK részét tolja. Ez úgy tök jó lenne. Mert akkor egy játékban egy minimális szorzó módosítással például meg lehetne csinálni azt, hogy egyszerre ott legyen a két játék mód, és akkor például azok, mint például én, akik ezt a játék stílus szeretik inkább, hogy a játék magától megy. Azok ezt a részét tudnák kihasználni, és a klikker részét azok pedig azok, akik szeretnek klikkelgetni. De amúgy menet közben mondjuk tudná váltogatni a kettő között, hogy mondjuk akkor, amikor elmész a játéktól, akkor inkább az AFK része legyen az erőteljesebb. Ha pedig aktívan játszol, akkor pedig, ha van kedved, akkor klikkelgethetni. Két réteget fogna meg egyszerre egy játék. Jó, ennek utána kellene járni, hogy ez mennyire működőképes ötlet, de szerintem amúgy nem hülyeség. Mert lesz olyan, aki ezt a részét azért szereti, mert kattingathat, és ezzel látja azt, hogy például, ha jól fel van húzva Diggy, akkor amúgy ő is rohadt nagy damage-et tud kiosztani. Na, van még valamink? Nincs. Nem. Nem. Ja.
Ez akkor... Elértük már ugyanezt a szintet? El már, még megyünk is lefelé, your best növekszik. Ismét belassultunk, de csak azért, mert elköltöttem nagyjából 150-200 közötti fosszíliát, amit most vissza is szereztünk, tehát hogy ez majd visszamegy a többiek közé, és ugyanúgy fog erősíteni a damage-ünkön. Ezt muszáj voltam úgy pár benefactort szerezni, mert amúgy ők is, tehát hogy több pénz és több damage. Ha lenne olyan itt ezek között jelenleg, mert nem, őrült mókus nem, a kis pingvint nem. Minek? Nem, tehát kisincsenek oldva a skillek, nem kell. Click damage, nem szeretnék klikkelgetni. Or find times, az meg a malacka, hogy mennyi idő alatt talál orrokat. Megmondom őszintén, hogy ugyanúgy nem fogok most egy pár órán keresztül, pár napon keresztül játszani a játékkal, mint ahogy eddig sem. Tehát nem sok értelme van, hogy ő gyorsabban találja meg, mert addig, míg itt vagyunk, addig most sikerült neki 40 percet, tehát 40 percet veszem ezek szerint a videót, 40 percet lejjebb menni a számlálónak. Ez majd következő alkalomra befejeződik, és utána megint kezdjük előről, megint oda elküldjük egy órára, és utána 3-4 nap múlva majd talán megint ránézek. Na mindegy. Úgyhogy találkozunk a következő részben. Sziasztok!